Nem lenne. Edzik. Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok! Mondja csak. Mi fogjuk közvetíteni ezt a mai mérkőzést. Kifejezetten izgalmasnak ígérkezik. Ugyanis két neves kvánt láthatunk majd. Balázs és az Ervon személyében. Annyit kell tudni a két csapatról, hogy a Balázs teljesen egy nemzetiségű csapat, tehát Egyesült Államokbeli. A Zerbonnak pedig annyit kéne tudni, hogy egy játékosuk pedig név szerint Fatal, holland nemzetiségű. Olyan háttérinformációt kaptunk, hogy a Ballers úgy tartja magát, hogy City-n nem olyan erősek, nem rendelkeznek olyan jó taktikával, hogy talán a Zerbont megbírják verni, ezáltal egy elég szoros meccsre lehetünk figyelmesek. Hát Szeretnénk igen. először. Mondjad. Hát, még azt érdemes tudni, hogy a Ballersnél a Disztan személyében egy kifejezetten jó sniperes láthatunk, amit kifejezetten elő lehet City. Akik gyakran játszanak, azok tudják, hogy itt kifejezetten széles a pálya, úgyhogy ennek nagy jelentősége lehet a csapatjáték mellett. Nagyon, itt a játékot azt nagyon csapat munkára kell hangolni, mivel a plantok között nagy a távolság és relatíve egy nagy térvonal pálya kellős közepén, amit, hogyha nem urad az egyik csapat, akkor nagy esélyük van arra, hogy elvesztik azt az említett kört. Mivel nagyon visszazárni a pályáról három irányból lehet középen, és a két széloldalon. Ha ezeket a pályákat uralja egy-egy játékos az ellenféltől, akkor nagyon nehéz körök várhatnak a bármelyik félre. De eddig mind a két csapat, említettük is, hogy igazán nevesek és jók is, relatíve simán jutottak el ideig. Ez sajnos magyar szinten is megjelentkezett, ugyanis a Ballers első körben a Revision magyar klánt, hát mondjuk annyira nem simán, de 13-6-ra intézte el a Crossfire-on. És még annyit kellene tudnia ezutáni meccsen, hogyha a Ballers nyer, ők abba állapodtak meg, hogy a mai napon a Silesia Prime és az Antwerpes Ace meccs győztesével fognak játszani, ezután a meccs után. És hát azt is érdeklődésre várom, mivel szerintem két elég erős csapat összecsapását láthatjuk, de mi ezzel a meccsel fogunk most foglalkozni. És amit még érdemes tudni, hogy ez a mérkőzéssel párhuzamosan a Délvidit, a DVIT magyar klán is játszik. Reméljük tovább jutnak. Nem is Pont tudom, ezzel... hogy más magyar érdekeltségi csapat egyáltalán van még, aki még ágban van rajtuk Nem, kívül. kaptunk olyan háttérinfót, hogy már az Anexis is kiesett. Tegnap egy szoros mérkőzésen. Úgyhogy azok után már... De Igen, aki is, belegondolsz, az ismert a Anexis... magyar community-ba, igen, hogyha már valahol az Anexis elbukik, ott már ritkán van magyar klán. De belegondolsz, az Anexis online nem is mindig hozza azokat a formákat, amiket kell. De London szinte megállíthatatlanok. Hát Lehet, igen, hogy ez de a... azért azt tegyük hozzá, hogy elég régen kaptak ki. Hát Ez igen, nem azt is. mindennapos dolog. Például a múltkori Lowland Lions-os meccsükön is elég szépen hozták a papírformát, mondhatjuk. Hát igen, bár azt is lehet mondani, hogy ugye volt egy mérkőzésük, ahol alsó ágról jutottak be, és pont itt a City-n nagyon simán ledarálták az ellenfelüket, de a Strike-on nagyon nyögvenyelősen, és szó szerint a sírból hozták vissza a De általában mérkőzést. mindig ez van, hogyha jól megfigyelted, hogy mindig Strike-on olyan elengedik a gyeplőt, ha mondhatjuk, mert atakot vagy defet mindig olyan nagyon felesen szokták hagyni, és utána szoktak nagyon eljönni. Mindenkinek megvan a maga defektje. Persze. Na, már csak az Airborne csapatból Smoke-ra várunk, és kezdődik is a mérkőzés. Még Ezt itt az időt megszer... kihasználva, szinte meg is mondhatjuk a szponzorokat. Igen, a Phil Vágynak három fő szponzorát, a First Computer, az Avermedia és a Synapse Hostingot. A First Computer és a Synapse Hostingnál karácsonyi leárazások vannak terítéken, tehát mindenkinek csak tudjuk ajánlani, hogyha jó szerver kellene, vagy éppen számítástechnikai kiegészítők kellene, billentyűzetek, fejhallgatók, vagy egerek, egérpadok akár, akkor tudjuk csak ajánlani a First Computert. És az Avermedia-nak pedig egy nem is akármilyen capture cardért lehetünk nagyon hálásak, és emiatt láthattok ilyen jó minőségű közvetítést. Na, Smoke is időközben megérkezett megérkezett. az ötödik játékos. Úgyhogy Arra várjuk várunk, a hogy... kezdést.
Kíváncsi egy vagyok, hogy kis lap. késelhetnek. Nem láttam őket játszani. Így Na, egymás ellen. egymást ellen nem. Én ha, hát igen, a balhéz játékát szeretem, mondjuk úgy, de főként a, úgy már mondtam, sznájkeresők miatt, majd kiderül ki, mire lesz képes. Persze. Kíváncsi vagyok, hogy a Ballers a vészjóslat ellenére hogyan teljesít ezen a pályán, mert mint mondtuk, ők gyengének tartják magukat ezen a pályán. Hát figyelemmel követjük. Mindenkinek lehet rossz és jó napja. Persze. Az is kérdés, ki milyen régen volt, mikor ért haza a délutáni kocsmából, meg ilyenek. Hát Nem lesz például majd elválni. Smokit azt mondták például itt az előbb, hogy most érsz az iskolából, tehát még a matematika egyenletek forognak a fejébe a A plant és a B plant helyett, szerintem. Az nem feltétlen rossz dolog. Nekem elhiheted. Ki tudja, Én lehet egy... bejártam a matematika egy kis zegédzugát, úgyhogy... Lehet egy A színusz matek... X-re többre megy, mint egy jó kis a smoke-kal, erre célzol. Hát, nem biztos, nem feltétlen, de egy jó kis matekos, logikus gondolkodás is sokat segíthet. Hát mondjuk van benne valami. Ha szépen megcsinálják. Na, lassan már csak egy úgyhogy... ballesztes játékosra várunk, hogy felépjen a visszatérve. haszintérre. Igen, igen. Egymásnak feszüljen a két csapat. Eldöntsék, melyikük jött tovább. Igen, szintén mindenféleképpen izgalmas mérkőzést várok. Főként az lesz a kérdéses, hogy az attakot melyik csapat tudja okosan megoldani. Igen. Ez úgy mondja, kifejezetten def map. Kifejezetten vannak jó camp helyek, tehát azért B-t is, A-t is messziről lehet szedni, de okos játékkal meg lehet azt bontani. Nekem az a benyomásom, hogy manapság, és hát az elmúlt pár hónapban, olyan 3-4 hónapra visszamenőleg, eltűntek így a szájdok közti nagy különbségek. Például visszagondolunk egy fél évre, City-t szinte csak devből, ha jól megszedted magad, le lehetett hozni manapság. Manapság már szinte láttam olyan csapatokat is, és nevesebb csapatokat egymás ellen játszani, akik szinte visszahozták a semmiből, úgyhogy defet nagyon elrontották, például mínuszos stat állással jöttek ki, és fölhozták. Tehát simán nyerésre hát, föl tudták igen, hozni. Igen, igen, igen. Bár mondjuk ez szerintem függ a maptól is, mert én például a Crash-re azt mondanám, hogy még egy nagyon, az még mindig egy nagyon erős Crash map. Emlékeztetünk is, amikor Lanon játszott egymás ellen, ha jól emlékszem, akkor még Gigabyte színeiben, az Anexis ellen. És 10-2-re nyert Defben a Gigabyte, és a Defet visszahozta az Anexis 12-12-re. Na, na de ez a múlt a volt. Meccsünk. Itt pedig a jelen van. Két itt csapat egymásnak feszült, megnézzük először, hogy miért késelnek. Nézzük először Tomot szerintem. Nézzük meg, hogy miért tud alkot. Hoppá, egyet mellékvívó, le is késelték. Nagyon-nagyon halad az Airborne. Nézzük, Distance le tudja elhozni csapatának az első kört, ezáltal a szájválasztás. Igen, jogá. Lehet. Lássuk, meg lesz-e, bár hát 2-1 oh, nem lehetetlen, de nem sikerült. Nem sikerült neki mellé. Válaszok az Airborne. Na nézzük, milyen választás. Nem meglepő módon a defet választották. Na nézzük. Hát csak két banners és játékos várunk, de hát igen. És kezdődhet is a buli. Én azt javaslom, hogy nagyon erősen bét fogják inkább nyomni a Ballers játékosai az első két-három körben, utána egy-két felelés arra, utána megint bét. Lehet, hogy csak ilyen... Hát itt fontos lesz a változatosság. Általam Na még felvázolt. Mérkőzés kezdődött előtt, Navi, mersz egyet tippelni? Én azt mondom, hogy 12-12. Legyen úgy, legyen izgalmas. Nézzünk egy támadó csippást. És lássuk, mit néz. Bevált jó a helyre. Nézzük, talál ember. Nagyon, nagyon jó hát füstöznek, nagyon jó. Eltévedt smoke talán, vagy nem is tudom, hogy ezt taktikailag oda kéne eldobni, de jó helyre nem lát ment. Semmit, nem lát semmit. Májteres lefüstölték, nagyon beálltak piacra, vagy lesz a játékosai, de nagyon igen, vicc, egyelőre szépen nagyon, kiszedte. Egyelőre nagyon a közepet nézik. Nem tudják, hogy kapuba áll egy gyerek. Egy... Húha. Ebből még nagyobb problémája is lehet a Ballersnak, ha nem figyel erre. Viszont megy szépen lassan a plan B-re. Igen, B-re. Már kiszedte még egy játékos találhatunk. Vitus nem lövi el, de visszament B-re. És igen, egy okos fordulat, visszaforgatják a plantot ára. Szép, kérdés Patrik sikerült. Kiszedte az enemy igen. sniperesét, ezért
hátrányba is kerülhetnek. És Bal lesz, kérdés, megpróbálja a pontot tenni. Hú, nagyon szépen levédik. Sikerül letennie, ez könnyen bevéthető. Nagyon szépen letették, be is védték. Innen elég nehéz dolga lesz az Airborne-nak, hogy visszahozza. Elfoglalták a megfelelő pozíciókat. Közétől tudják is, hol van az próbálnak. ellenfél. Fatál, Ahhoz egy szép lövés. Hú, fatál, nagyon szépen. Na nézzük, megtalálják-e a harmadik játékos. Megtalál, és nagyon és szépen, szépen lehoznak ketten. 1-0 az Airborne javára. Amondó vagyok, ezt talán egy kicsit elkönnyítette a Ballers, hiszen lepantolták, hárman nagyon, voltak, elfoglalták a nagyon szépen pozíciókat. Védték. És mégis elbukták. Na nézzünk megint egy támadót. Nézzük. Nézzük, mit tudnak most kezdeni megint. Megpróbálnak egy B-t, vagy átforgatott A lesz. Megint középen látjuk. Próbálkoznak egyenlőre, és sikerült átjutni B-re. Kérdés, itt a kis akár mire képes? Ó, nagyon szép, nézd el, kiszedték. Középen nagyon megint beálltak. Kíváncsi lesz, ja, egy át, megint... megint egy átfordatást láthatunk. Igen, ilyen, igen. Ilyen nagyon igaz. Három bal lesz, és játékos lent van, átlant már. Nem tudják, hogy középen nem, ott nem, van nem. lent. Be fogják lőni. Ezt, nem, biztos, sikerült bevédeni. Fönt van egy airborne-os játékos, ezt talán nem vették még észre. De számítanak rá, előtték, számolnak rá, repcső számol rá. Így is van. Szép. Megint ugyanaz a szituáció, mint az előzőnél. Kérdés, hogy most be tudja elvédeni a Ballers. Egyelőre úgy néz ki, hogy igen. Kerülő. És az utolsó játékos pedig kerülő lesz, amit Rapture már leinfózhatott. És meg is szépen, van. Hogy be is védték. Ezt most sikerült lehozni. Egy-egy. Kíváncsi leszek, hogy két átforgatott A után hogy tud kivérekezni Airborne egy ilyet. Lássuk. Sniper egy gyorsan kifut B hosszúra. Hogy tud-e újítani a Ballers? Ez kifejezetten fontos lesz. Most már az Airborne sokkal jobban védi az át. De még két játékos megint lenn van. Egy megint lenn van kapuba, és szerintem nem számítanak rá. De a Ballers-től egy játékos, még pedig a csipásuk kifagyott. Ezt nem tudjuk, mennyibe lesz demoralizáló a csapat számára most. Egy kör. Hát áno, ott kifejezetten hátrányos lehet egy csipa. Csipa elvesztése, hiszen azzal ki lehetne szedegetni szépen az embereket. Egyedül maradt Vitus 1v5-ben. Szegény Disztán kifagyott. Itt regettán lehetne lőni. Megpróbálja dezertel, nagyon körbe van véve. Előtte magát, most már tudják merre van. Hú, ezt még a jövő hetet is rálevik, szegény gyerek. Mint a jó külművesek, az épületet is elvontották. és, na, azt hittem már a Ballers nem kész timeoutot. Igen, ahogy kell. Na nézzük meg, hogy ezután, hogy felképes-e támaszkodni. Pedig még nem nagy a különbség, 2-1 az Airborne javára. Nem olyan nagy a különbség a két csapat között. Igen, ha megnézzük a statokat is, ott is látszik, hogy igen, tehát egy jó sniperrel, de ebből sok mindent lehet kezdeni. Úgy ezt nézzük, is láthatok ellőni. De a defense-be jól csinálja az Airborne, mivel nagyjából egységesen is lő. Tehát nincs olyan, hogy valaki nagyon elugorna, de ez még mondjuk, hogy nagyon az eleje a közvetítésnek is, a meccsnek is. Tehát még itt bármi megtörténhet a felkövetkezendő körökben. Még akár a sniperes föl is hozhatja a csapatát olyan szintre, hogy még egy jó atakot is maguk mögé tudhatnak. De szerintem egy 6-os támadás az már elfogadható, hogyha a Ballers olyan gyengének tartja magát. Szifisztőítem. Hát igen. Igen, nagyon kérdés az, hogy meg tud-e újulni, és változatosan tud-e majd támadni a Ballert. Én azt mondom, hogy szerintem úgy arra a taktikára fognak áttérni, hogyha még egy-két kör múlva se jön be ez az átforgatásos, hogy beijesztenek ide. Várnak egy kicsit, és utána elindulnak arra, hova akartak el. Vagy ha egy jó rás pozíciót kapna az egyik kis alkásuk, akkor ezzel nagyon meg tudná lepni bármelyik pontnál lévő még camp helyét el nem foglalt játékost. Hát ez még a jövő zenéje. Én mindig a ötödik játékosra várunk a Ballers csapatából. Lehet, hogy úgy néz ki, hogy komoly problémái akadtak. Nem jó, hogyha ilyen korán egy csapatnak ki kell kérnie az idejét, mivel ez taktikailag jó húzás lehetne, hogyha például
bár mennyi lenne, 6-4 lenne az állás, vagy ne talán 6-3, nagyon elhúzna az ellenfél bármelyik csapata, akkor jó lenne, de így elveszíteni egy időkérést. Hát Na, igen. közben megérkezett a játékosuk, mint Disztán személyében. Időkérés erejére visszatérve, korábban, már korábban emlegetett Lovendionz és Anexis meccsen is, hát nem is akárhogy fordítottak mindig az Anexis játékosai. Kértek egy időt, és utána ilyen 7-0-ákat hoztak. Tök hát, simán, úgyhogy ennek megvan az ereje, sajnos bal ez miatt hátrányban van. Nézzük biztos, hogy mit tud a rekonnektelése után mutatni. Jól bevált taktikáját csinálja, a házat fogja nézni. Most nincsen zavaró most, füst, most hátra nincs zavaró talán füst. Emelked. Későn jött a füst, de egy már Vitus leért. Majdnem egy TK-nak lehetünk szemtanúi. Nagyon arra akar menni, nagyon középen, arra akar menni a ball lesz. De már plannál szépen van az be is védik, szépen be is védik. Nem tudják, csak sejtik, hogy virágban van egy játékos, de nem tud mit tenni ellenük. És a kerülő sem érkezik még az Airborne részéről. Nagyon be szépen lefoglalták. Nagyon szépen elfoglalták a helyeket. Várja. Talán házat kéne valakinek ránézni. Ezt senki nem nézi. Már érkezik a kerülő. Vicus nagyon szépen kivárja a játékost, nem lő rá, nem lövi el magát, szépen elő. Micsoda fail! Micsoda patál szépen elő. Hozzák az embereket. 2v2, ebből még semmi lehet, bármi lehet, ebből még bármi lehet. Szép. És szépen belőli. Repcsőr nagyon jól levédte azt a plantot. Azt a helyet neki találták ki. Ezzel a körrel 2-2-re teljesedett a állás. Distance már fél előtte futót. Az egy szép négy, BBDX-től. Megint közepet próbálják nyomni a Wallers. Most kérdéses, megpróbálja inkább B-t játszani. Kérdéses az, hogy azt meddig tudják ezt eljátszani, hogy a ára viszik, vagy visszaforgatják, de úgy néz ki, most nem is próbálkoznak ezzel, megpróbálnak változtatni, és ez bejöhet. Ez abszolút bejöhet. Kezdik el fordani a B-szájról. Igen, úgy látom, a Vitus le tudná lőni, pedig le is fogja lőni. Végül le is lőtte, akkor B tiszta is le is teszik. Nem teszik le, piacról nem teszik előtte, igen. Most lassan ért át a Ballers, és pedig, Airborne lecsekkolta. Pedig nagyon jól indult a B kör nekik. Sajnos közepet nagyon elhanyagolták. Nézzük Bent, Brandytől szerintem egy kicsit vakmerő, hogy volt, hogy kiugrik oda, de túlélte, tehát semmi nem történt. Talán Vitus tud rájuk kerülni, de nem visszaszár már ki. Nem, ez se számít. 2-1-be és nagyon szép kört hozott a Ballers szorult helyzetből is. Na nézzünk egy defense játékost, mert pedig nézzük Fatal személyébe. Mit tud egy jó nagy alkás mutatni? B-t fogja bevédeni. Kérdés, hogy most egyáltalán érkeznek-e B-re? Vagy visszaforgatják, hogy... Nagyon, nagyon hanyagul hagyják B-t szerintem egy játékosra bízni. Hát... És tudom, igazuk van, még a kezdőn, illetve A környékén van az egész Ballers, megpróbálja bevárni és leszedegetni a Airborne játékosait, ami eddig működik, abszolút működik, emberelőnyben vannak, kézen van a Ballers már még él egy csipa is, az előbb már kiszedték az Airborne-tól, ők ember hátrányban vannak ezáltal. Nézzük, hogy Smokey el tudja előni azt a meglátott embert, kezdik de a három pontot. Ballers-es játékos van. Várják az ember, sikerült lepantolni, 3v1-ben marad Fatal. Fatal helyzetét nem nehéz tudják, lesz. de nagyon, nagyon szépen levédték át Lantot. Nézzük is, Fatal, nagyon szépen kiszedte a sniperest. Így ezáltal mozognia kéne, mert se ideje, egy nagyon szép lehetőséget mutat be. Sikerülne felugrani, sikerül neki. De kevés lesz az idő, kevés lesz az idő. Észrevette? Ajaj, ezt nagyon elrontotta. Szépen csinálta, de... Ajajaj. Még egy jó meglátás volt, hogy oda fölmenni, csak az volt a baj, hogy az elején nem tudta egyből végre végezni ezt a felugrást. Ezáltal meg is meghallani, nem hallottam meg az egyik Ballers-es játékos, mert fogalmuk se volt egymás helyzetéről, de... Most nézzük a mostanit. A Ballers megint középet próbál vinni. Ahonnan több ember esik, szerintem oda próbálnak inkább menni. Inkább B-t próbálják első ránézésre. De ez eddig neki abszolút bevált. Smokey nagyon szépen előtte a futót. Egy játékos Brandy védi B-t ruhásba. Nem gondolom azt, hogy a legjobb pozícióban van pont kis akával.
De viszont a Meglátjuk. Baleznek úgy néz ki, sikerül uralni a közepét, és innen bárhova lehet forgatni. Nagyon szépen észrevette Brandi azt a játékost. Viszont nincs kézen a Baleznél a plant. Ez nagyon nagy probléma lehet, hogy a lecsekkolt, És a leinfózták azok sniper hol a ezt plant. kiszedi? Így Hát, nehéz lesz. nagyon Csak a távol plantot vannak nekem pedig. egymástól. Brandi, Brandi, ajjajjaj. A plant B házban van. Wallers-es egyedül maradt, Ez Vitus egyedül személyében. maradt. Viszont már kézen van a plant. Észrevette a sniperest, és hanyagul csak egy játékos van bent a Zerborntól. Én meg lehet, igazi Rambóként meg lehet. Ezt lehozhatja kézen a plant, csak darálni kell. Tudja, hogy hol van az ember. Tudja, hogy ott a játékos, ez azt És nagyon kiszedte, szépen sikerült belőtte. kiszedni. Csak túl sok Nem, időbe telt, és már tudja, hogy benn van a átértek. házban, nem tudja, hogy benn van a házban, nincs ideje visszaforgatni a plantot. Ő egy nagyon szép akció, várható volt. Nem tud azért, erre is csak Chuck Norris lenne képes, de hát ő most szabad napot vett ki. Na nézzük, 4-3 Wallers javára, támadó szájban. Most úgy látom, inkább arra próbálnak nyomni a Wallers-es játékosok. Hát meglátjuk, mi sül ki belőle. Nem, most inkább elmennek És hogy a B-fele, plant és is elmennek érkezik itt. szépen lassan B-re, és megint ugyanazt próbálják, hogy uralni a közepet, és onnan kiszedegetni embereket, illetve valamelyik, ahol kevesebben vannak esetek, oda átforgatni, és ebben lehet is potenciál. Ez nem is rossz taktikának tűnik, mielőtt eddig, esetek 90%-ába bevált. A És plant leesett futóval, Márki tudja a helyzetét a plantnak, de a többiek nem nagyon mocorognak arra fele, maradnak a bevált kemphelyükön. Márki meg tudja megtalálták elvédeni. Márkit. Márki meghalt. Nem sikerült, nem sikerült. Bronz beszette azt az emberkét, akire várt. És egyedül van Bén. Összejön neki? Kérdés az, hogy Nem, sikerül nem, nem. elplantolni. Ha sikerül lerakni, még meg is védhető. Elég szorult Explosions szituáció, planted. mert szegény Vitusnak három helyet kellett volna néznie, de szerencsére egyik helyről se érkezett játékos. Rendben, a két Nézzük kis meg. alkásnak sikerült elfoglalni a pozíciókat. Ha a sniperes ki tudná Nem szedni szeretjük. Vitus, akkor nagyon nagy helyzetbe lennének. Vitoszt megtalálták. És Full nem szól hites. ki előtte. Most nagy hátrányba lehet a Ballers. Viszont okosan most már játszott az idővel. Kevés az idő. Nagyon szépen beijesztett Smokira. De ellövik, Áj, ellövik. De így nem. Brandy behúzta. Ezzel a körrel az Airborne Explosions visszahozta Mr. magát Green. egyelőre, 4-4 az állás. Ahhoz képest, hogy a Ballers azt mondta, hogy City Street nem az erősségük közé tartozik, elég jól hozzák a köröket. Kifejezetten, főként, hogy a közvélemény kifejezetten Defmapnak tartja, és úgy nem is rossz egy 4-4. De ilyen taktikával, hogy közepet meg tudják fogni, és van türelmük az egészhez, így elég jól tudják hozni a Szóval most papírformát. erőteljes ára megy a Ballers. Próbálják bekéríteni a felső házat, és először bevédeni az át, és utána érkezzen a plant. Ez is Nem jó lehet. tudják, hogy alházban van egy játékos, ez még nagy meglepetést okozhat, hogyha rosszul rakják le az Bár Tom már plantot. megy érte, Tom már megy felértek, és elkapja, megtalálja-e. Úgy észrevették, John nagyon lehéte, de nem, Megtaláltak őt, elszedték, igen. Tom megtalálta. Na nézzük, mit tud kezdeni a Zerborn. A 1v2-re visszajöttek. Nézzük Fatalt. Nézzük, mire képes. Nézzük. Kerülni fog. Nagyon Valószínűleg ügyesen. várják már. Így Ó, is van. csúnya négyet Kifejezetten kapott. várták már. Hát ez valami hatodik érzék lehetett, vagy nem is tudom, de ez ilyen kétségbeesetnél lehetett, vagy meghallották, hogy ott jön. Na nézzük. 5-4 a Ballers javát. De nagyon szép, plusz 10-et lehetett volna a distance, de szegény Ballers a játékos előtte járta a pogót. És így nem csak ember hátrányba került a Ballers, hanem már a kezdetek kezdetén elvesztette a sniperesét, ami nagy hátrányt adtak be. Nagyon, És már nagyon meg, csak hogy 1v5-be kerül John. Nézzük, mit tud hozni. pozícióját is tudják. De előny, hogy a pont nála van, de Hát ez se segített rajta. igen, jelen Hát, esetben ez egy kifejezetten minimális előny. mondhatni, hogy a táska se kevlárból van, még azzal se védhette meg magát. Nézzünk egy Smoke-it, hogyan tudja védekezőbe hozni magát, Előbb sniperrel. szépet lőtt, hát ha megint talál egyet. És Smoke-i igen. futót próbálja. És talált is. Nagy szerencséje Vitusnak, hogy nem halt vele. Szinte full HP-sal jutott tovább.
Közben lássuk. Arra inkább terelni próbálna Ballers, mivel csak egy játékosuk van Igen, egyelőre Johnson pozíciókat éve. foglaltak el, próbálják a piacot, illetve a B-t védeni és kiszedegetni embereket, egyelőre pozíciót keresnek. És úgy néz ki, Meglátjuk, hogy hogy találnak is. Rapture régen sikerült az első freget megszerezni. Tudják, hogy Jön a B következő hátul van is. egy játékos. Azt ki tudják szedni, Viszont már mégpedig ki hármas ember tudják, előny. Igen, abszolút. ezért Hármas ember előny. Ott a plant. tudják Mások. rakni. 1v5-be vannak. És egy le is szedik. Brandit. 6-5 a Ballers javára. Hát igen. Hogyha még egy döntetlen lenne az első side-ben, én azt mondom, az se egy rossz teljesítmény. De ki tudja, lehet, hogy helyzeti előny javára be tudja húzni az utolsó kört is a Ballers. Plantot ott hagyták kezdeni. Én nem mondó vagyok, hogy ha már döntetlenre hozza ezt a side-ot a Ballers, akkor is kifejezetten előnyben lesz a következőre. Talán a defekt körül lesz. De ez nem. már jó zenéje. Nem tudom, hogy az Airborne-nak ilyen nem tudnának mit tenni a Ballers támadásával, vagy neki kifejezetten nem erősségük ez a side. A következő, oldalcsere, vagy hát csere, majd meghozza ennek az eredményét. Pedig egy elég érdekes és szoros meccset láthatunk. Közben Johnny csak most ment vissza a plantért nagy alkával. A többiek próbálják bevédni B-t, szépen lassan érkezik a plant B-re. Próbálja átérni a... Distance észrevette a sniper-es, de nem tudta előni. Dobott egy négyre piros kocsira. Nem fogta meg vele Smokey-t. Smokey elfutott. Mégse futott rá. Na, két sniper-es harcába kikerült így összesnek. Rálövik még a kocsit is. Még ez se akadályozza meg. Na merre tűnhetett az a sniper-es? Játszanak New Sleeve fűben? Nem. Distance ellövik, de semmi, ez nem hat rá. Közben az Airborne lelőtt, és 2v2-re hozták ki. Csak fogy az Sniperes idő, nagyon beszorított fogy helyzetben. Kérdés, sikerül-e felrakni? És a másik játékos helyzetét nem tudják. Tud-e valamit alkotni? És nem, nagyon szépen előtték ablakon. 6-6 az állás. Én azt mondom, hogy nem olyan rossz teljesítmény ez a szakba. Ki tudja, hogy mit hoz a def számukra. Itt egy kicsit bohózkodnak az elbornos játékosok, hogy nem akarják szedni. Márki ennek nem tetszését is nyilván adja, mert végül is leszették. Végül is ők úgy vannak vele, ők abszolút ráérnek. Még a kávét is még ijatják. A statisztikát nézve egyáltalán nem húzott el egyik játékossal a másiktól. Smokey sniperrel 12-1-6 talál. Egy Igen, kicsit meglepő, de nem. De ami viszont kifejezetten különbség lehet a két csapat között, hogy az egyik csipás az Airborne-nál Smoke ugye 12-t lőtt, addig a tulajdon disztanza felét. Ami Jó, nem de mindegy. Ő ki is fagyott az elején, ha jól emlékszem, 3 fregnél. Na nézzünk Igen, egy Ballers Jones, mit tud tenni defense-e. Katakba elég jól ment. És nézzük meg, alt fogják. Itt is bevált taktikát játszák, hogy egy ember küldenek arra. Középen Brandy lelőtt a Tomot. Úgy látom, hogy a Airborne is próbálja azt játszani, hogy közepet megfogni. De ők egy kicsit kevesebben, mivel csak egy játékosuk volt lent. Még a Ballersnek az első szájtban minimum két játékosuk volt lent, de volt olyan kör, amikor négyen lent voltak középen, és onnan próbáltak ember előnyt szerezni maguknak. Nem, az fontos különbség, hogy míg a Ballers próbálta a piacról kisalkákkal, tényleg a piacon keresztül megfogni a dolgokat, az Airborne próbálkozik inkább a faltól nagy alkákkal kilövöldözgetni embereket. Kérdés, hogy sikerül-e előni messzire az embereket? Biztos közben nagyon könnyen megfogja B-t hátulról a piros kocsiról. Nézzük meg, mit tud a Ballers a játékos. Sem. Nézzük, biztos csipával le tudja előni a harmadik fregét. De azt tudják, tudja, hogy hol van, plant. Tudja, hol van. Látják is, melyik sütelék. Na. Berobbantják a kocsit, kérdés, nem? Elfutott, nem? Sikerült elfutni a disztannak. Na, de észrevették. Már észrevették. Rábontja a falat is, de kiszedik. Előnytelen volt szegény disztánsznak, mert B-t nagyon könnyen megfogta. Sajnos John Rambo barátommal nem kegyetlen módon kivégezte. Mert talán kicsit felelőtlenség volt az utolsó körre kinézni, közben Smoke gyönyörűen ellevidőzte. És lehet, hogy egy üres lesz a B. Igen, ez megint nagyon hátrányos lehet a Ballers játékosai számára, hogy
nagyon korán kiesett a sniperes a sorukból. Közben Airborne-ból már ki betört B-re, sikerült kiszedni egy ember B-ről, most már se a sniperes, se egy kisalkás sincs itt, lehet, hogy sikerül ember előnybe befogni. Bár a Ballers kifejezetten átért. Rájöttek, hogy ide jön az Airborne, és átforgatták a játékukat. Kérdés, hogy ez mire lesz elég? Nagyon úgy néz ki, hogy semmire. Hát semmire. Rá is húzták. Hát a fal sem számít nekik, tehát a füstöt meg még úgyse. 8-6 az Airborne javára. Füstöt víznek van. Nagyon úgy néz ki, hogy az Airborne kifejezetten jól támad. Lehet, hogy mégis a Ballersnek lesz igaza, és, azt mondja, és a papírforma bekövetkezik, hogy City ezen az erősségük, és mégis kikapnak. Megesett. Lehet, hogy úgy álltak hozzá, hogy City az kiesik, és teljesen mindegy. Nem optimális így. Nézzük, már egyelőre jól véd a Ballers. Van egy kicsit fáziskésésre, de jó helyre ugrott volna be. Nézzük, Brandy tud-e valamit fogni. Érzi, hogy vannak játékos, érzi, de nem tudja pontosan merre vannak. Leszedi a sniperest. Ez egy nagy alkás. John-t is. Ez így viszont lehet, hogy felrakják, és akkor viszont az nehéz lesz leszedni. Nézzük, sikerült felrakni. Sikerült felrakni. Nézzük. Smokey kiesett, sniperessel kevesebbjük van, de két balesztes játékos meg fentől, ez nem előnyös. Nézzük, mit tudnak kezdeni így. Ilyen helyzetet az Airborne-nak sikerült lehozni, lássuk, sikerül a Rapture-nek. 1v1, 1v1. Tehát tudja, mert tudják is patán nagyon szépen előtte. Airborne 96-ra elment. A holland légiós. Szerintem még egy kört hoz az Airborne, utána Ballers kérhetne egy időt. Rázva szedjék soraikat. Nézzük Distance, hogy mit tud most lőni. Elmúlt egy körben nagyon csúnyán kiszedték. Nagyon szépen előtte volna Smokey, de ő nem halt egybe. Nézzük. Az Airborne is inkább egy kicsit lassúbb játékot játszik most. Ők is inkább közepet akarják most megfogni nagyon. De egyelőre őket igazolja ez a taktika. Most is megpróbálják. Forgatják vissza a plantot arra. Érkezik a plant, ahol csak egy ember van. Kíváncsi leszek, hogy a Ballers játékosai rájönnek el, hogyha egy ilyen forgatásos kört kapnak megint. Kapuba áll egy játékosuk. Nézzük. Vitus kiszedik. B teljesen üres. Kettős ember hátrányban vannak, jól fedezik a dolgokat, nehéz lesz, nehéz lesz. Nézzük Smokey-t. Smokey kerülőt nézi. Smokey majdnem előtte volna kerülőt, hogyha az kijön. Nézzük Rapture, nagyon szépen fédi. Rapture nagyon szépen, nem sikerült ellőni. Mind a három Airborne-os játékos bén van, plantot lerakták. Sniper is otthon a végén, nehéz lesz. Szépen előtték. Fatár lehitelik. Nézzük, Rapture bekerülik, Rapture-t ellőlik. Vége. 10-6. Úgy érzem, Wallersnak itt lenne az ideje egy kis időkérésre. Nézzük, bekövetkezik-e. Disztán kifagyok. Nézzük, és nem következik be. Nem hozták azt, amit én jósoltam. Smokey előtte Jones. Van, üres szinte. Egyelőre egy nagyon simának tűnik ez az oldal. Nem megy az Ballersnek. Nem a tudják ebből... nagyon agresszív arctól. Nézzük meg, hogy Baller tud-e kezdeni ellene valamit. Nem őket igazolja most. Nézzük, nagyon szépen elszedik. Distance. Hát... Ember hátrányban van, sikerül kiszedni. Elég nehéz lesz nekik kiszedni. Nagyon jól levédték a hat. Nézzük, Smokey kiszedi. Distance. Nézzük, Baller Mark meg elszedi Rapture. Ejj. Nagyon sima ez az oldal, sajnos. Eddig nagyon sima. Még én úgy gondoltam, hogy Baller nagyon szépen hozta a köröket támadóban. Azt hittem, defense jobban fekszik nekik. Nem, de hát nem engem igazol. Nem sikerül elfoglalni a megfelelő pozíciókat. Nem jönnek úgy a fregek, és egyszerűen nem megy neki ez a side. És most már 11-6. Nagyon messze került az Airborne, sajnos. Közben nem egyik Rapture játékos kiszedett egy Airborne-ost. De... Tomot is kiszedték, tehát 4-4. És azért sajnos, mert eddig abszolút szoros egál mérkőzésnek, izgalmas mérkőzésnek tűnt, de ez így kezd nagyon sima lenni. Közben Smokey kiszedte Distance. Nagyon szépen. Nézzük meg, hogy Distance fatált van előtte. Nézzük, hogy a Zelbon tud-e kezdeni most valamit. Nagyon már beszólult. Egyedül maradt, tudják nagyon a poziát. Kerültek is volna már rá. Nem jött össze neki, előtték. 11-7 Zerbon javára. Hát, ha valami kis csoda nem folyik, szerintem a Ballers ezt a
pályát el fogja veszteni. De ne engem igazoljon, amit én mondok. Eddig se jött be, most se jöjjön be. Kíváncsi leszek. Most hozta az első körét még csak. Nézzük, tanultak az előző hibájából Ballers játékosai, és most már ketten védik át. Bén nagyon szépen fogják. Egy kis alkás, egy nagy alkás. Zárát, még egy érkezik játékosuk. Érkezik a plant, és Patal gyönyörű dezerttel szedi ki Vitoszt. Lehet, hogy le nem tudják tudják, rakni. Nem tudják, hogy kertben van. Nem tudják, hogy kertben van de az egyik játékos. Rá, és meg is... Na! És nem, fél! Patal! És megint a dezert. Rapture meglepetést okozott, de nem tudta behúzni Patalt. Viszont Patal, de nincs a plant. Nézzük, mit tud hozni. Van pozícióját előtték, tudják. Nagyon levédték innen, esélytelen kijutni. Innen már csak időt tud húzni. Ami neki kifejezetten nem jó. A plant sincsen nála. Nem gondoltam volna, hogy John-t el tudja innen lőni így. Nézzük, ki tudja szedni a Sniper a Smoke-it. Hát eddig nem jött össze. Nézzük meg Tom mit kezdeményez. Keresi a másik embert, de egyébként nem tudja, hol a másik ember. Kifejezett Tom a pedig, fognát. Hogy is Pátán nagyon gyönyörű dezert. Érzés nagyjából merre volt. Na, kétesélyes játék. Zsából macska, nézzük. Kérdés, fegre megy, vagy megpróbálja leplantolni? Itt ügyesen próbálta volna, és nem, rosszul érzi, merről jöhet Tom. De, talán pont ránézel. Nem, mégse. Rosszul, Tom, nagyon rossz helyről nézi. Okosan. Ez megint egy vesztett kör. Tom nem nagyon egy okosan vesztett kör csinálja. Lesz. Nagyon szépen megcsinálta volna. Én azt hittem, hogy azért vakmerőbb lesz és leplantolja az Airborne-os fatál. De hát megint nem engem igazolt a jövőkép. Nézzük distance-t, hogy tud-e valamit mutatni. Sniperes megint lehiteli, leesett a helyéről. De közelebb ne azt mond, amire gondolsz. Ha fejtetően. Distance nagyon szép busz, tényleg dobott. Így nagy hátrányba került az Airborne. B próbálnak így is nyomni. Bal is tudom. Márki maradt szépen. Egyedül. Nézzük, Márki tud-e valamit mutatni. Pozícióját tudják. Nagyon levédte a Ballers bombat. Egy megvan. Még egy. Nem jött össze. De nézzük. Márki. Rá fognak kerülni. Márki. Rákerülnek. És ellövi. Még nagyon szép lett volna, az belövi. De egy 9. Na, mégis csak igaz az lesz, hogy a Ballers jön felfele. Nézzük, magukat találtak, megtalálták az Airborne ellenszerét. Nézzük distance, hogy mit dobott az előbb. Talán ezt a B-futót dobhatta? Smoke gyönyörűen lövi el Rapture. Középre dobta a négyet az előbb is. Akkor nem, tanultak a hibákból és már nem állnak oda. Nézzük, nagyon szétszóltam vannak a játékosok. A Vitus, nem jött össze neki. Kettőben maradnak. Érzi, és megy érzi, hogy merre lehet, érzi, hogy merre lehet a fatál. Na, nézzük ebből mit hoznak ki. Hát akarja vinni magát. A plantot. Nagyon ügyesen oldotta meg ezt a helyzetet. Nézzük, hogy... És igen, John megtalált a Smokit, aki szambázott a piac téren. Lehet, hogy éppen valami vasárnapi vacsorához keresett árut, de nem jött össze neki. Nézzük közben fatált. Tudja, hogy az egyik játékosan van. De nem tudja, hogy hol van a másik. Keresi. Szétszórtan vannak. Hát, ha így folytatják, akkor... Hátba találhatja. Nézzük. Patál, nagyon ügyes, üresen van a... Mozzá vissza egyik játékosuk. John személyébe. Nézzük, hogy találkoznak-e. De nem tudja, hol van. Érzi Patál, hogy ott van valahol. Be is nézett, de... Sunyogott egy kocsi mögött John, és ebből kifolyólag nem találták egymást. Nagyon ügyesen nem plantolja. Egy is nem jött össze neki. 11 kívül följött a bal lesz. Sejtés jó volt. Még érdekes, kifejezetten érdekes végjáték. Női megérzései vannak. Mindig ránéz, csak nem látja pont az embert, mert elsunyog egy kocsi mögé. Ez egy Smokey, előbb is sikerült előni egy nagy alkást, most nem talál senkit. Lehitelődik. De nem eléggé. Egyedül nézi át, hogy lehet haladni, nem talál senkit. Nézzük. Az Airborne a helyzeti előnyben, 53 vannak. Mégse Rapture szépen megfogta. Érzi, rosszul jött a Smoke. Nézzük el, tudja előni a planton lévő játékos. Szóval sikerült kinédelni distant. Csipa mínusz, Vitos marad egyedül.
és ő se. Hát, ha mondhatjuk, ez volt eddig majdnem a leggyorsabb kör az egész nap alatt. Egy gyors bét láthattunk volna. Két nap magpontja van most az Airborne-nak. Kérdés, hát, tud-e ezzel élni? Sikerülne lehozniuk, akkor a Ballersnek a jóslata bekövetkezik, hogy őket viszont el fogják venni szépíszteríten. Én azt mondom, ne következzem be. Legyen 12-12. Kíváncsi vagyok, hogy ML3-on mit tudnának teljesíteni. Nyomás alatt. Mikor minden kör számít. Most az Airborne se akar kockáztatni, szépen lassan próbál meg piacra esetleg bére menni. Hogy ne tudom visszafordítani. Nagyon csúnyán elnézte. Tom szépen megfogta közepet. És ez nem jön be, nem jön be. Ki tudják őket szelegetni. Smoke maradt egyedül, sniperrel. Lássuk mire jut ezzel, megpróbál hátul kempelni, hát ha esetleg egy-két embert leszed. Egy megvan. Kettő megvan, az igen szó. Nagyon szépet lőtt. Na, meg lesz az is. Felérántás. Meg lesz az meg, is. Meg lesz. Egy kapott egy gyönyörű. És nem lövik. Nagyon okos fest kapott. Elhúzzák a kocsi. Áj, szépen lehozta a Wallers. Itt lett volna Smoke ideje, lehozza. Mert nem jött össze neki. Változtatott egy kicsit a taktikán a Ballers, megpróbált egy kicsit intenzívebb támadó felfogású védekezést, és az abszolút bejött. És látom, az Airborne-nak nem jött össze a nagyon lassús átfordítás. Kiszedték őket sorra a hídról. Nézzük most, mire jutnak. Nagyon szép távoznák. Viszont gyönyörűen meg lesz. Én most már fogadok veled, hát innen már, már nem, már, innen már nem lehet elrontani. Meg lesz az az MR3. Nem mondd azt. Nagyon szépen beijesztettek. Na, Distance, kiszedik néddel. Én mondhatok ezt azt, csak te nem mondhatod, mert én is a másik jön. Na, Fata érzi, hogy itt van vele szemben. Fata. Lőd, hozd már rá azt a falat. Na, lehozod le. Lehozod. Én bízok benned. Mégis, Léroni marad egyedül. Nincsen nála a plant. Most már a helyzetét is tudják. Mégis meg lesz az egy kör. Meg lesz az MR3. Meg lesz az MR3. Mondtam én. Rosszul kezdett a Wallers. Fölhozza. Na nézzük. Nézzük, mi tud-e kezdeni valamit. Tud? Mondtam vele szembe. Le tudná szedni ezt az autóst. Akkor még át is tudna forgatni arra. Nem? Hátba lövik. Na. Én mondom, hogy egyre izgalmas meccs elé néztem. Rektelmet megnézve. John 918-al a legutolsó volt a szerverem. Igen, amit viszont láthatunk, hogy Disztán nagyon megszedte magát ezen a szájon. Mondtam én, hogy helyzeti előny volt csak. Magát, úgyhogy... Mondtam, hogy csak helyzeti előny volt az per pillanat. Hát, Wallers gyorsata nem jött be, hogy el tudják őket verni szintén. Még ne kapod, de még kikaphatnak. Még kikaphatnak. A helyzet, a mutatott teljesítmény alapján nem érheti szó őket fölhozni ekkora hátrányból. Főleg úgy, hogy két kört buktak is azon, hogy nem tudtak alkalmazkodni az Airborne támadó játékához. De részben sikeresen annak be is tudható, hogy az Airborne nem tudta, hogy mit csináljon a Ballers támadásai ellen, hogy védőbe is kifutnak. Viszont most kifejezetten érdekes lesz, hogy már mind a két szájdon játszottak a másik ellen, és ki tud újat kitalálni, ki tud újat mutatni az ellenfélnek, ami esetleg meglephetik. Én azt mondom, hogy a Ballers egy gyorsat bemutat, utána áttér megint a kétkörös lassúra, hogy ahonnan lemennek középre ketten, hárman, és onnan több ember ki tudnak szedni, oda fognak menni. Jó, szóval nézőknek mondom, nem így lesz. Úgyhogy bármi történhet, de ez biztos nem. A pick-mix jelölteket lehetne mondani, és akkor én amelyiket mondom, akkor biztos az ellentétje fog a győztes lenni. Aki gondolja, az megírhatja. Lássuk, már csak Tomra várunk, és kezdődhet is a hosszabbítás. Na nézzük. Nézzük, hogy két csapat ML3-ba is egymásnak feszül, innen ki lesz a győztes. Én azt mondom, hogy egy újabb ML3 fog bekövetkezni. Szóval megint nem mersz tippelni, hogy ki nyer. Nem. Megint egy szép smoke-ot láthatunk parkolóban. Nézzük, mit tud kezdeni most a Ballers. Megint a közepet akarják nagyon megfogni. Úgy néz ki, hogy egyelőre még nem akarnak újat mutatni. Megpróbálkoznak a jó bevált módszerrel. Kérdés, újra beválik-e? És egyelőre elkezdték.
nagyon szépen fogják közepet, bérről nem mernek kijönni, nem is akarnak kijönni. Tom megint Egyben. egy másik fegét, de nézzük. Igen, John próbálja elfoglalni az át, hogy esetleg vissza lehetne forgatni. Még nem kevés sikerrel. Nézzük. Ebben úgy néz ki. Egyedül maradt szegény Roms Igen. Han. Nézzük, hogy tud-e mutatni valamit. És igen, előtte Jones. Johnnak előtte van éppenséggel jobb dolga volt, mint hogy vele foglalkozzon. Jobb volt az az olajos forgó. Szerintem is szép. Mennek felfele az árak, tudod. Valahonnan muszáj beszerezni az autóba valót. Helyes. Lássuk. Megint úgy kezd a Ballers, mint a rendes játékidőben. Kérdés, tudja tartani? Tom nem ismer lehetetlen, de azért ő is érzi az ML3 súlyát, és inkább nem lássol ki. Nézzük, hogy közepet hogyan tudja most megfogni. Nagyon szépen ránéz ajtókra. Ő tudja, hogy John. Ott van. A közepet most már jobban fogja az orr. Nézzük, hogy Bambi meg tudja fogni. Erős béve kezd a Vitos. És nagyon szép négyet láthattunk. És csak elmaradt. Nézzük, hogy... És nem. Én már megkezdtem arra mondani, hogy nézzük, hogy meg tudják-e plantolni B, de hát nem jött össze. Na, eddig Ballers nagyon simán hozza a köröket. Minimum egy kört, ezt az utolsó kört le kéne hozni az Airborne-nak, hogy legalább esélye maradjon arra, hogy nyerje ezt a mapot. Kíváncsian várom a végeredményét. Kivételesen egy kis tippet bejött, kifejezetten erőszakosan kezd a Ballers, és eddig ez nekik jön be. Bambi nagyon szépen lehozta a két futót. Nem lett meg. Igen, nagyon szépen megfogta a középfutókat. Így nézd. Kezdetbe is lehet Ballers. Na nézzük. A Ballers-eket. John nagyon szorult helyzetben van. Van a nehéz kijönni, nehéz kifejezetten. Rá kell, főleg, így főleg van, ki is lövi. Főleg így. Na nézzük, marad csak csipával. Nagyon szépen azba kapja. Ja, nagyon kája. Összejön, Elővi, elővi. És nem jutik. Elfogyott az ammó, az áram. Na lássuk, hogy Ballers ismételten átalúszta az elejét. Tom mondhatni a körök embere, mert 6-1-ben van. Hát ő nem mondhatja azt, hogy ő nem tett mindet azért, hogy a csapata megnyerje az első pályát. Kifejezetten élőtes. Na nézzük. És ami most feltűnő, hogy Smoke ismételten most csak egyet lőtt el. És Distant is, viszont ugye mi korábban is beszéltünk erről, Smoke volt helyzetélőnyben, ami itt fontos lehet. Hát, változik a világ, most lehet éppen, hogy Distance-nek lesz jobb köre. Na meglátjuk. Pár másodpercen belül elkezdődik a negyedik kör. Nézzük meg, hogy a MF csodálatos párharcó melyik csapat fog kikerülni győztesként. Na, Ballers a szokott négyeket dobálgatja. Püstöket nézzük meg, hogy ugyanazt a trafikát követik egy ember ára, egy középre. Igen, érkezik a plan B-re, hatal személyében. Megpróbálják megint a falról kilőni a Ballers-eseket. Egyelőre kevés Ballers sikerre. Nagyon szépen megvédte. Nézzük meg, hogy az elmond tud-e érni hatal, valamit hatal lövi. Lehet, hogy sikerül kiszedni onnan, nem, mert nem, abszolút nem. John előtt Smoke it. Hát... Szépítés ellenére is ember hátrányban marad a papa. Így elég nehéz összehozni az Airborne-nak. Kérdés, hogy tudnak-e újat húzni? Nézzük. Nagyon, nagyon várják a B-ről embereket. Nagyon szépen, türelmesen kivárnak. Nem kapkodják el a dolgokat, mégis a döntő körök. Igen. Viszont a Ballers is nagyon okosan védi a területet. Nem siet el semmit, nem rohan sehova. Egy védi B-t, egy közepet. És a sniperes pedig vadul keresi án az emberkéket, de nem látott senkit. Mikor fogyad a türelm, és mikor kezd elindulni? Bérambit megtalálták. Az áldozatot. Nézzük, nem tudják, hogy lent van egy játékos Ballers-től középen. Mi meglepetést tud okozni, mikor be akarják plantolni B-t. Vitosz benn van. Megérkezett a meglepetés karácsonyra. A házban az utolsó Airborne-os játékos, nézzük, hogy tud-e kezdeni majd, és nem, lejött. Van nála. Nézzük meg. Lássuk. Szép, odaba fogják lőni, és nem. És nem. A női minden összejöhet. Minden összejöhet. Hát így már kevés ideje van. És az ember még ellövi, de ideje nincsen. Nagyon szépen elbújt. Viszten. Hát, így elég szorult helyzetben van most az Airborne. Helyzeti előny is a Ballersnél van. És az sem mindegy, hogy két meccs körük van.
amivel ugye az Airborne nem tudott élni. Lássuk, hogy a Ballers tud-e. Smoke elhibázza az elfutót, nézi, zoomolja át. Most valamiért Ballersnak az az érdési támad, hogy nagyon alatt fognak jönni, mivel a megszokott egy helyet már két játékos ment ára. Nézzük meg. Az Airborne inkább B-t próbál nyomni. A plant B-n van. Nem jön össze nekik. Kíváncsian várjuk. Nézzük. Nem, Tomat elszeri középről. Most esély nyílt arra, hogy B-t lemenjenek, de Vitus meglátta a pantot. Nézzük, tud-e élni is vele. És akkor szépen látja le meg. Tudja lőni. Mondom, továbbra hogy is élvezetes meccs. Továbbra is ember hátrányban az Airborne. Plant nincsen kézen. Na most már azon van. Ugyanaz a szituáció. Pontosan ugyanaz a szituáció, mint az előző körben. 3v2, Baller szépen fogja a területeket. Kérdés, most tud-e vele valamit kezdeni az Airborne, és úgy néz ki, hogy próbálkozik. Szépen elpróbálna zárni ára. És hát BX elpróbál menni. Még nem tudjuk merre. Na nézzük. B vagy át akarnak menni. B. Nagyon szépen köszönöm a sniperest. Nézzük, hogy alt be tudják-e vinni. És úgy tűnik be, hogy a John inkább egy taktikai helyre bújik, mint se, és be fog válni neki? Be fog válni neki? Megint plantolják. Ugye elszedik. Gyönyörű, smoke-on keresztül smoke-ot kilövi. Nagyon szépen letették volna. És nem tudja, hogy Vitus itt van. Nézzük Vituszt. Nem lesz ideje. Még se teszi. És nem tudja és ezzel elbukta az utolsó lehetőségét is. És még se, meg letették azért. De hát ez se segített az Airborne-on. Vitus lelőtte, hosszabbításban 4-1-re megnyerte a Ballerst ezt a meccset. Explosives diffused. Most kaptuk az információt, hogy a következő mérkőzés is streamelve lesz, hogy így néz ki a Silesia Prime és az Antwerpen Ace meccsének győztesével fog a Ballers játszani, és addig egy kis szünet. Aztán jövünk vissza. Sziasztok!